Nyelvünnepet követelnek, törvénytervezetben indítványozza az RMDS a Magyar Nyelvnapjának hivatalos megünneplését. Elakasztott reptérfejlesztés Kolozsváron, a fő partnernek számító román állami vasúttársaság nem írta alá a pályázatot. Csak félig fejlődik Borszék, pénzhiány miatt elakadt a korszerű kezelőbázis és wellness központ építése. Köszöntöm Önöket a híradóban! Romániában is hivatalosan megünnepelhetik majd a magyar nyelv napját, amennyiben a parlament elfogadja az RMDS törvénytervezetét. A kezdeményezők szerint ilyenre van már precedens, és a szórványban különösen fontos lehet. A magyar nyelv napját 2009 óta ünneplik meg Magyarországon, 2011 óta november 13-án. Ekkor fogadták el ugyanis a magyar államnyelvi tételét 1844-ben. Ha az RMDS javaslatát elfogadják, Romániában is hivatalosan megünnepelhetővé válik ezen a dátumon a magyar nyelv. Van több precedens, hiszen elsőként nyilván a tatárok, akiknek nincs önálló államuk, de később más nemzeti kisebbségi közösségek is kérték, hogy az ő anyanyelvük napját valamelyik napon megünnepelhessék, és normális, hogy akkor a magyar közösségnek is jár ez a nap. Molnár Zsolt, Temes megyei képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen ünnep hivatalossá tételével az önkormányzatok törvényesen szervezhetnek a magyar nyelvvel kapcsolatos ünnepségeket, és ez különösen azokon a vidékeken lenne fontos, ahol kiszámú magyar él. A szórványban különösen fontos, mert a szórványban ugye sokkal kevesebb az a mindennapi élethelyzet, ahol a magyarok az anyanyelvüket használhatják. Így meg tudjuk majd csinálni azt, hogy legalább egy bizonyos napon erre tudjunk összpontosítani, és a magyar nyelv köré gyűjtsük össze a magyar közösséget. A tervezett törvényerőre emelkedését azonban hosszas procedúra előzi meg, még akkor is, ha a többség támogatja az elképzelést. A parlamenti procedúra évekig is elhúzódhat. Jó úton haladnak a kisebbségvédelmi törekvések az Európai Parlament és az Európai Bizottság jelenlegi mandátumában. Módosítják a polgári kezdeményezés alapszabályzatát és meghallgatást szerveznek a kisebbségvédelemről. Elakadt a luxemburgi bíróságon az RMDS európai polgári kezdeményezése, amelyet az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója is felkarolt, de amelyet az Európai Bizottság brutálisan elutasított, hangzott el a dr. Bernadi György közművelődési alapítvány kisebbségi szemináriumán. Fejlemények az elkövetkező hónapokban sem várhatók, hangsúlyozta Vince Laurent, a FUEL alelnöke. A kisebbségi ügyeket felkarolók azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság és a polgári kezdeményezők kapcsolata személyesebbé váljon. Legyen egy olyan grémium szakértőkből, olyan személyiségekből, akik jól ismerik az uniós jogot, akik megvizsgálják a kezdeményezéseket, leülnek a kezdeményezőkkel, és ezzel valahogy sikerül ismét a polgárokhoz közel vinni ezt a jogi eszközt, hiszen egyelőre elriasztja a polgárokat a bármiféle kezdeményezéstől, hogyha 1 millió polgár elvileg egy témát támogatni szeretne, nincsen lehetősége, mert az Európai Bizottság elutasítja. A szemináriumon részt vett Maren Priest-Jones is, aki a kisebbségvédelmi törekvések alappilléreként a nyelvi sokszínűséget emelte ki. You need to have a dialogue. Párbeszédet kell folytatni, és ugyanakkor fel kell mutatni azokat az előnyöket, amelyeket a két vagy három nyelv jelenléte biztosít egy állam számára. Ahhoz, hogy jó interetnikus kapcsolatok létesüljenek, jobb elfogadni és fejleszteni a kisebbségek nyelvhasználatát, mint eltekinteni mellette, és reménykedni, hogy csak úgy eltűnik a probléma. De az Európai Parlament is felkarolja a kisebbségi ügyeket. Áprilisban egy meghallgatást szerveznek a kisebbségvédelemről, ez precedens nélküli az EP-ben. A tulajdonvisszaszolgáltatási hatóság működésének folytatása is szóba került a mai kormányülésen. A Viktor Ponta vezette kabinet a hatóság működésének ellehetetlenítésével szembesült, miután a vezetőséget testületileg felajánlotta a lemondását. A tulajdonvisszaszolgáltatási hatóság vezetői azért folyamodtak a lemondás szélsőséges gesztusához, mert elmondásuk szerint hatalmas összegű büntetésekkel sújtják az intézményt, és akár saját vagyonukkal is felelhetnek. Mindezt azért, mert nem hajtanak végre olyan jogerős bírósági végzéseket, amelyeknek szerintük lehetetlen eleget tenniük. Viktor Ponta miniszterelnök arra kérte az érintetteket, hogy várjanak még a lemondással, mert megpróbálnak megoldást találni.
Arra kérem az igazságügyminiszter urat, folytassa a megbeszéléseket a legfelsőbb bírói tanáccsal, a legfelsőbb bírósággal, illetve a tulajdon visszaszolgáltatási hatósággal, annak érdekében, hogy megtaláljuk a hatóság működésének folytatásához a megoldást. Olyan körülmények között, hogy 2010-2012 közötti időszak rossz intézkedései után jó, hogy rendet teremtettek, s olyan procedurákat alkalmaznak, amelyek után nem jelentkeznek az akkori törvénytelenségek. Hétfőn a legfelsőbb bírói tanács elnöke Máriusz Tudószé még azt mondta, nem keresték meg a kormánytól, hogy a tulajdon visszaszolgáltatási hatóságnál kialakult helyzetről tárgyaljanak. A tavalyi évben majdnem 20%-kal kevesebben kezdtek vállalkozni, mint 2013-ban, áll a romániai cégjegyzék által készített kimutatásban. A szakemberek szerint az évről évre növekvő adókötelezettségek teszik nehézkessé a fennmaradásukat. Kis Enikő több céget könyvel már évek óta. Azt mondja, az általa adminisztrált vállalkozások közül a tavaly 5-öt kellett felszámolniuk, mivel nem tudták már fenntartani önmagukat. A kis és középvállalkozások működését az évről évre növekvő adókötelezettségek nehezítik meg. A tervezet az, hogy 1200-ig emelik a minimálbért. Ez ugye a járulékok összessége több befizetést idéz elő az államfele, tehát hiába csökkentették a CSZ-t, mármint a nyugdíj alapot 5%-kal október 1-től, mert így is, úgy is az illetékek, a járulékok, a fizetések után a befizetendő összegek nőnek. Mindezek mellett a kisebb cégek nem tudnak lépést tartani a multinacionális vállalkozások kínálataival szemben sem, tette hozzá. Szakemberek szerint nem csak a növekvő adók, de az adónemek folyamatos változtatása sem kedvez a kisvállalkozóknak. Ezen a részen azt a problémát emelném ki, hogy viszonylag gyakoriak és azok a változások, amik az adózással kapcsolatosak, és amelyek nehezen tervezhetővé teszik a vállalkozói tevékenységet egy induló vállalkozó számára, vagy pedig a beruházásokat teszik bizonytalanná. Györfi Lehel egyetemi adjunktus híradónknak azt mondta, a vállalkozási kedv azért is csökkent, mert az induló vállalkozások nem kapnak elegendő támogatást a kormányzat részéről, és a hitelekhez is nehezen férhetnek hozzá. Romániában a 25 és 36 év közötti korosztály rendelkezik még mindig a legnagyobb vállalkozói kedvvel. Alasztják a kolozsvári nemzetközi repülőtér fejlesztését, a fő partnernek számító román állami vasúttársaság ugyanis nem írta alá a pályázatot. A reptér vezetősége Európai Uniós alapok lehívását tervezi, ezúttal azonban nem a vasúttársaság, hanem a repülőtér lesz a fő pályázó. A pályázati határidő kitolása után sem nyújtották be a kolozsvári repülőtér fejlesztésre vonatkozó pályázat finanszírozási kérését. Az állami vasúttársaság, amely jelen helyzetben a főpályázó lett volna a vasúti infrastruktúra fejlesztésére, már leadott egy nagyobb összegről szóló finanszírozási kérést. Így a repülőtér fejlesztésre vonatkozó projektet már nem írta alá. Ha érdekeket nézek és mérlegelek, akkor normálisan nekem is az ingem közelebb van, mint az akkor, úgyhogy jobban érdekli az ő saját infrastruktúráját fejleszem, mint Kolozsváron egy nagyon szép pontot, egy nagy csomópontot, modernet, gyönyörűt megcsináljon, de az mit tudom én hány 10 vagy 100 kilométer felújított vasútba kerül. Az ügyvivő elnök elmondása szerint még az idén pályázni fognak más, erre a célra lehívható EU-s forrásokból a légikikötő fejlesztésére. Tervek szerint az eddigi 70 millió eurós költségvetésnél is nagyobb értékű beruházás finanszírozására számítanak. Az elhalasztott pályázat szerint Szamosfaván a reptérrel áttelemben egy korszerű vasútállomás épült volna, amelyet fedett gyalogos híddal és közúttal kötöttek volna a légikikötőhöz. Az Erdély Magyar Televíziót László Rozália tudósította Kolozsvárról. Még mindig a gyorshajtás miatt szabják ki a legtöbb közúti bírságot Romániában. A büntetett gépkocsi vezetők közül azonban csak kevesen fizetik ki a pénzbüntetéseket. A pénzügyminisztérium törvénytervezetet dolgozott ki a gyorshajtók lassítására. Ezen az útszakaszon gyakran vannak közlekedési balesetek, rossz a kilátás, sok a gyalogátjáró. Ennek ellenére a gépkocsi vezetők gyakran nyomják padlóig a gázpedált. Egész egyszerűen figyelmetlen voltam. Sietek, ezért futottam radarba. Maros megyében 3 nap alatt 1021 büntetést róttak ki a rendőrök. 1001 esetben a gyorshajtás miatt bírságoltak.
21 sofőr több mint 50 kilométerrel haladta meg a megengedett sebesség határt. Romániában a gyorshajtásért megbírságolt gépkocsi vezetőknek csupán 26%-a fizeti ki a pénzbüntetést. Az arány növelése érdekében a pénzügyminisztérium egy törvénytervezetet dolgozott ki, amelynek értelmében felfüggesztik azoknak a gyorshajtóknak a jogosítványát, akik nem fizetik ki a büntetésüket. Ezért van ez a kezdeményezés, mely a parlamentben van most jelenleg, és arról szól, hogy aki nem fizeti be a büntetéseket, annak fel lesznek függesztve a jogsia, addig, amíg befizeti az összeget a költségvetéshez. És mi szerintünk ez a módszerrel nagyon sok büntetésben lesz fizetve, azért, mert az emberek érdekeltek, hogy tudjanak továbbra is vezetni és használják a jogsíkot. A törvénytervezet hamarosan közvitára kerül a honatják körében. Korszerű kezelőbázissal és wellness központtal lendítenék fel a borszéki turizmust. A 2010-ben elkezdett munkálatok azonban pénzhiány miatt elakadtak. Borszéken a 2000-es évek elején zárt be a kezelőbázis, addig 10 naponta 6000 turista váltotta egymást. A bezárással egy időben a turizmusból élők is elveszítették bevételi forrásaikat. Másfél évtizedes hanyatlás után 2009-től indult újra a fejlesztés. Jelenleg 700 szálláshely működik. Borszéken addig nincs igazi turizmus, amíg a kezelőbázist vissza nem tudjuk indítani. És mivel hogy akkor 2001-ben elvesztettük a nemzeti érdekeltségű fürdőváros címet is, elvesztettük a balni klimatikus címet is, így Borszék majdnem lekerült a turisztikai térképről, de kezdünk visszakerülni oda, és azt mondhatnám, hogy ha ez a kezelőbázis be tudna indulni, akkor úgymond robbanásszerűen újra elindulna itt az élet. Az önkormányzat 2010-ben kormánytámogatással indította el a beruházást, melynek összértéke 31 millió lej. Egy csodálatos tervezés, egy csodálatos épület, és mindezek mellett a funkcionalitása is ez kitűnő lesz. Én úgy gondolom, hogy a téli turizmust itt Borszékon kiegészítve, és akár nyári turizmussal is ki tudja egészíteni ez a beruházás, ez a befektetés, ezt mindenképpen meg kell csinálni. Eddig a munkálatok fele van meg, és pályázati pénzekre most nem számíthatnak a borszékiek, más forrásokat kell találniuk. A megye többi politikusa, de az országos kormányzati tisztségviselők is, parlamenti tisztségviselők, mindenki álljon oda, próbáljuk keresni a megoldást, hogy ne egy ilyen félig elkészült beruházással büszkékedhessünk. Románia egyik legnagyobb központja a tervezett kezelőbázis és wellness központ. Befogadó képessége nyáron 1000 fő, télen pedig 700 lenne. Székelytermék és fiatal műemlékvédők, nézzük, mi következik ezután a híradóban. Kelendő a székelytermék. A termelők szerint a védjegy nem csak Romániában, de külföldön is egyre ismertebb. Fiatal műemlékvédők a végeken. A Szászvárosi Református Vártemplom őrzésére vállalkoztak a dévai diákok. 30 termelőnek adták át ünnepélyes keretek között a székelytermék védjegy használati jogát a Hargita megyei tanács szerdai ülésén. Az érintettek szerint a védjegy egyre ismertebb, nem csak Romániában, hanem külföldön is. Maguk a vállalkozók, akik éltek a székelytermék védjegy adta lehetőségekkel, úgy vélik, ez segítette őket abban, hogy könnyebben értékesíthessék termékeiket. Engem büszkeséggel töltött el, bárhol megjelenek már. Mióta megcsináltuk a székelytermék védjegyet és az arculatot a kürtös kalácsra, most már tényleg elég is ismertek lettünk a környéke. Most, amikor egyesek kétségbe vonják a székely ízek létezését is, még nagyobb jelentősége van annak, hogy ennyire népszerű a székelytermék védjegy, vélte Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja. Egyre kevesebb a jó minőségű élelmiszer, a jó minőségű áru. Fontos, hogy kapcsolat legyen a
termelő, a kereskedő és a fogyasztó között, a helyi termékek ezt a kapcsolatot teremtik meg, és amikor helyi termékekről beszélünk, székely termékről akár, akkor olyan szavak jutnak eszünkbe, hogy bizalom, együttműködés, közösség. A Hargita megyei vidékfejlesztési igazgatóságot vezető Márton István úgy vélte, nem maga a védjegy a siker, hanem az előállított termékek minőségéből fakadó forgalom. Minden vásár siker, amikor látom, hogy érdeklődők vannak, hogy a fogyasztók jönnek, vásárolnak, és látom, hogy a termelők, azok, akik jó terméket állítnak elő, megelégedve mennek haza, mert eladták a terméküket. Ez nekem jelenti az örömet. A székely termék védjegy használatát minden székelyföldi termelő kérheti, ha megfelel annak a követelményrendszernek, amelyet a védjegyet levédő Hargita megyei tanács a szabályzatban meghatározott. Az egyik legáldázabb kommunista diktatúra a titói Jugoszláviában volt, ahol magyarok és németek tízezreit hagyták haláltáborokban meghalni. A kommunizmus áldozatainak emléknapján Nagyváradon a délvidéki magyarok képviselői meséltek a nagyszüleiket ért borzalmakról. Délvidéken a mai középkorú magyar generáció nem ismerhette nagyszüleit a II. Világháborút követő kegyetlen kommunista diktatúra mészárlásai miatt. Guszton András újságírónak például mindkét nagyapját háborús bűnösként kivégezték, őt pedig nem engedték jogászként praktizálni. Apai nagyapám ugye a falunak a bikáit és a kanyjait tartotta, tehát a partizán felszabadítók szemszögéből ő állami szolgálatban állt, és amikor bejöttek, nem volt semmilyen dilemmájuk arra, hogy ki kell végezni, az első között vitték el és verték agyon szó szerint. Pontos felmérés nem készült a kommunizmus áldozatairól. 170 ezer németet deportáltak, és magyarok tízezrei kerültek koncentrációs táborokba a délvidéken. A titói Jugoszlávia borzalmainak titkát a tömegsírok őrzik. A Bácska közepén, a Tisza István falvi vagy Járki haláltáborban mintegy 3000 magyar internált is raboskodott, és több százan ennek a tábornak az áldozataivá váltak. Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret platformja 2009. áprilisában alakult meg a kommunizmus rémtetteinek felkutatásáért. Nagyváradon 2003-ban avatták fel a kommunizmus áldozatainak emléktábláját a Párciumi Keresztény Egyetem udvarán, hiszen rendszer ellenesnek kikiáltott emberek tízezrei vesztek oda munkatáborokban, Romániában is. Rájuk emlékezve helyeztek el koszorút az emlékhelyen. A Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjai a Szászvárosi Református Vártemplom őrei. A fiatalok a Fogadj örökbe egy műemléket program keretében ismerkedtek meg a templommal, és azóta mindent megtesznek annak érdekében, hogy másokkal is megismertessék a műemléképületet. A Dévai Téglás Gábor Elméleti Liceum diákjai tették színesebbé a vasárnapi istentiszteletet a Szászvárosi Református Vártemplomban. A fiatalok nem először látogattak Szászvárosba, ők immár 2 éve a vártemplom őrei, ezért mindent megtesznek a műemlék népszerűsítése érdekében. Először arra döntöttük, hogy csinálunk Facebook oldalt és Wikipedia oldalt, ezekkel próbáltuk ismertetni a templomot, utána pedig előadásokkal jöttünk le a templomba, istentiszteletekre. A Fogadj örökbe egy műemléket elnevezési program 2012-ben indult. Célja a szórványban élő magyar közösségek identitás tudatának a megőrzése. A fő cél megismerni az történelmet, magyarságukat, illetve népszerűsíteni mások körében is, őrizni, átadni, ápolni, és együtt lenni, együtt dolgozni. A diákok az egész közösséget megmozgatták, előadásokat tartottak és vetélkedőket szerveztek a vártemplomról, naptárakat és könyvjelzőket készítettek. A szorványban azért fontos őrizni a műemlékeket és népszerűsíteni, mert kevés magyar van, és nagyon sokan nem tudnak ezekről a műemlékekről. A templom a 13. században épült, eredetileg román stílusban, de az idők folyamán a javítások során gótikus jegyekkel is gazdagodott. Jelenleg a Szászvárosi Református Gyülekezet mindössze 130 lelket számlál.
Szigorította a kormány a kozmetikai termékek ellenőrzését, mostantól a termelési folyamatot és a termékek egészségre gyakorolt hatását is ellenőrzik, azonban a jogszabály nem tér ki a bio készítményekre, pedig igény lenne rá. Cilma Zsuzsa biotermékek készítésére kényszerült, mióta gyerekei és családja panaszkodtak a hagyományos kozmetikai cikkek mellékhatásaira. Elmondása szerint Romániában ugyanaz a törvény vonatkozik a természetes alapanyagokból álló készítmények gyártási folyamatára, mint a szintetikus termékekre. Teljes háttérdokumentációval bejelentik a minisztériumnál a terméket, a kozmetikai terméket. Minden egyes alapanyagnak külön dokumentációra van szüksége, és a gyártási sornak is kell a dokumentációja, hogy milyen folyamatokon megy végig, tehát ide komoly befektetésekre van szükség. Ugyanakkor szükség van a címkéken feltüntetni a hozzávalókat arányaiban. A termékek minősége az alapanyagok minőségétől függ, ezért csak bevizsgált nyersanyagot használhatnak fel, amit a forgalmazó biztosít. Az összes anyagokat mi küldőlevél mellett kapjuk, amelyik fel van tüntetve annak az anyagnak a kivizsgálása. Ezeknek a feltételeknek a teljesítése jelentős anyagi megterhelést jelenthet a biotermékeket forgalmazó kisvállalkozóknak. A törvények be nem tartása magával vonja a termék forgalomból való kivonását az Egészségügyi Minisztérium által. Nőtt az influenzás megbetegedések száma, Gyergyószentmiklóson lesz idén a Székely Szabadságnapi Autonómia tüntetés, rövid híreink következnek. Nincs eladósodva a székelyföldi lakosság. A Román Nemzeti Bank statisztikája szerint Hargita és Kovászna megyében is több a banki betét, mint a hitel. Ezzel szemben Bihar az egyik olyan megye, ahol a legmagasabb a kölcsönök száma. Országos szinten a háztartások 30%-a túladósodott. Míg Európa szerte csökkent az influenzás megbetegedések száma, Romániában növekvőben van. Már nem csak a felső légúti fertőzések aránya magasabb a megszokottnál, egyre többen kapnak tüdőgyulladást is. Jászvásáron, Bukarestben és Szeben megyében vannak gócpontok. Románia legrégebbi múzeumának felújításáért indítottak aláírásgyűjtést. A nagyszebeni Brukenthal Múzeum 200 éves felavatása óta még sosem esett át egy teljes körű felújításon. A petíciót a www.brukenthalmuseum.ro oldalon lehet kitölteni, eddig közel 550 aláírás gyűlt össze. Veszélybe került Segesvár UNESCO világörökségi rangja. Amennyiben nem bontják le az illegális épületeket és nem adják vissza a várbéli épületek eredeti arculatát, lekerülhet a listáról a település. Súlyos a probléma, mondják az építészek, mert még a homlokzati festések sem felelnek meg a követelményeknek. Gyergyószentmiklóson tartják meg idén a Székely Szabadságnapi Autonómia tüntetést. Jövő kedden a művelődési ház előtt tüntetnek. A tiltakozó akciót azután helyezték át Gyergyószékre, miután a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nem adott engedélyt a felvonulásra, csak a Székely Vértanúk emlékművénél tartandó megemlékezésre. A Székely Nemzeti Tanács pedig ezt nem fogadta el. Dr. Fodor István Székelyföld madár távlatból című fotó kiállítását nyitották meg Gyergyószentmiklóson. A tárlat azért különleges, mert 4000 méteres magasságból készültek a fotók. Dr. Fodor István egyébként a Csíkszeredai Megyei Kórház fülorgégészeti osztályának főorvosa. A kiállítás egész márciusban látogatható. Új játékossal erősít a Maros KK, sporttal folytatjuk a híradót. Vizsgálatot kezdeményezett a korrupció ellenes ügyészség a Román Labdarúgó Szövetségnél. Az ügyészek a volt szövetségi kapitány Viktor Picurka szerződés bontásának részleteit néznék át kellő alapossággal. Viktor Picurka és teljes stábja tavaly október 16-án bontotta fel közös megegyezéssel szerződését, és később Razván Burleanu szövetségi elnök azzal magyarázta az 500 ezer eurós kárpótlás elengedését, hogy az edző távozása a román futball érdekét szolgálta. Az ügyészek a hivatali visszaélés lehetőségét vizsgálják. A bukaresti Steaua zárt kapuk mögött akarja megrendezni a Gyergyószentmiklósi Progym elleni hazai pályás mérkőzéseit a jégkorong bajnokság elődöntőjében.
A fővárosi csapat kérését nem indokolta meg, de mint ismert, Asztjává hazai mérkőzéseit Csíkkarc falván játsza, így valószínűleg sokkal több drukkere lett volna Gyergyó Szent Miklósnak, mint Asztjávának. A progim elnöke értetlenül áll a döntés előtt. Ez egy döbbenet, hiszen mindenhol a világon, meggyőződésem, hogy mindenhol a világon, hogy egy mérkőzés az a közösségért van, emberekért van, közösségről szól, és ezért nem értjük ezt a fajta döntést. Tudjuk, hogy ez ellenünk irányul, ugye most egy megerősített csapatunk van. Újabb játékossal erősített a Maros Kosárlabda Klub. Adrián Tudor, a nemzeti válogatott első számú irányítója Marosvásárhelyen folytatja pályafutását. Visszatért Marosvásárhelyre Adrián Tudor, aki korábban a 2011-2012-es évadban játszott a kékfehéreknél. Az irányító néhány napja rúgta fel a megállapodását a bukaresti Steaua-val, és az idén végéig írt alá a Tigrisekkel. Arra számítok, hogy mérkőzéseket nyerünk, és ez azt jelenti, hogy lépésről lépésre kell haladjunk. Minden mérkőzésre külön fel kell készülnünk, de úgy gondolom elérjük a célunkat. Ami a Románia kupát illeti, szerintem óriási lehetőség előtt állunk, és Marosvásárhely megérdemelni a kupát. Adrián Tudor vasárnap óta Marosvásárhelyen készül, és a ma esti Nagyszeben elleni bajnoki fordulóban akár pályára is léphet. Irányítói poszton Filip Adamovics és Poják László mellett Adrián Tudor a harmadik lehetősége a kékfehéreknek. Ez volt a híradó, mutatjuk a csütörtöki időjárás és hójelentést is. Viszontlátásra! Jelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a Székely Síparadicsom.